Babakocsik, babahordozók és autós ülések gyűjtésébe kezdett a Nemzetközi Nőnapon az RMDSZ és az RMDSZ nőszervezete. Arra kérik a magyar közösség női tagjait, segítsenek a nehéz helyzetben lévő, a háború elől menekülő édesanyákon és gyermekeiken. A határon átkelő nők, édesanyák mindenüket hátrahagyva menekülnek a háborús körülmények elől, hogy biztonságos környezetben tudhassák gyermekeiket. A menekülés során azonban kénytelenek hátrahagyni olyan alapvető eszközöket, amelyek a gyermekek jólétét és biztonságát segítik. Az RMDSZ nőszervezete babakocsikat, hordozókat és autós üléseket gyűjt az édesanyáknak és gyerekeiknek, nyilatkozta Csép Éva Andrea. Az idén a március 8 teljesen mást jelent, és másképp ünnepeljük, mint előző években, hiszen nem tudunk szemet hunyni és elvonatkoztatni attól, ami Ukrajnában történik. Ezért a nőszervezet elnöksége úgy döntött, hogy az idén nem virágot kérünk, hanem adományokat kérünk a bajba jutott ukrajnai nőknek. Azt kérjük, hogy a nők, a családanyák, a nagymamák segítsék azokat az asszonyokat, akik mindenüket hátrahagyva menekülni kényszerültek Ukrajnából. Mivel sürgős segítségre van szükség, az első csomagokat már a hétvégén szeretnék elvinni a határátkelőkhöz, tette hozzá. Az új vagy használt, de jó állapotban levő adományokat az RMDSZ megyei, illetve az RMDSZ nőszervezet területi és megyei szervezetei gyűjtik.